A budapesti építők elleni összecsapáson egyéniben Csányi Szabolcs, Bálint Dávid, Fricska Martin, Dragon Dániel és Dragon Károly is megnyerte mérkőzését. A párosok közül győztesen hagyta el a pályát a Kurucsai Ronaldo Dragon Károly és a Reked Zoltán Bálint Dávid kettős. Az OB2-es bajnokságban eddig hibátlan a Félegyházi Teniszklub, ami a szakmai munkának és a felkészült játékosoknak egyaránt köszönhető. A csapatban félegyházi játékosaink vannak, egy új igazolásunk van, Csányi Szabolcs kiskörösi, régen Csongrádon edzett, és a tavalyi évben a Kecskemét csapatát erősítette, és idén átjött hozzánk, a többiek pedig a félegyháziak, saját nevelésű játékosaink. Az egyesület játékosai hetente vesznek részt edzéseken, gyerekek és felnőttek egyaránt rendszeresen gyakorolnak a pályán, amely április elejétől október végéig üzemel. A feltételek adottak, a klubház öltözőkkel is el van látva, a létesítmény megyei és országos szinten is megfelel az elvárásoknak. Most újra beindult az utánpótlás, van két csoportunk, ahol gyerekekkel foglalkozunk, illetve elmondhatom azt, megragadva az alkalmat, hogy idén kettő országos korosztályos gyerekversenyt rendezünk, június utolsó hétvégéjén, illetve június második hétvégéjén, fiú 10-12 és lány 10-12 korcsoportban. A Félegyházi Városi Tenisz Klub tevékenységét támogatók segítik, emellett az önkormányzattól kapott összeget is a versenyeztetésre, valamint a szükséges karbantartási munkálatokra tudják fordítani.